Budapest, orvosi tiltás ellenére állt színpadra Pápai Jóci, 37, a dal 2019 harmadik válogatóján szombat este. Az énekesnek roppant fontos az Eurovíziós Dalfesztivál válogatója, hiszen két éve, ahogy fogalmaz, itt született újjá. Így annak ellenére, hogy a múlt héten a GGS teljes némaságra ítélte, miután a torkára húzódott az influenza, úgy döntött, megszegi az utasítást, előadja az Én Apám című versenydalát. Jól tette, Nagy Bogival holt versenyben az élen végzett, tovább jutott. Benne volt a pakliban, hogy nem tudok színpadra lépni, vallotta be a Blicknek Jóci. Lassan két hete küzdök a betegséggel, egy specialistához is el kellett mennem, annyira rosszul voltam. Nem jött ki hang a torkomon, nem csoda, hogy a GGS megtiltotta nekem az éneklést. Szombat este sem énekelhettem volna, még napokig kell pihentetnem a hangom, mint kiderült. Pápai Jóci a próbákon és a hangbeállásokon is csak tátogott, a gyulladás a torkát és a hangszálait sem kímélte. Csak reménykedett abban, hogy szombatra olyan állapotba kerül, hogy énekelhessen. Megviselt, hogy nem tudtam rendesen készülni. Próbáltam énekelni, de elcsuklott a hangom, a beálláson is csak a vokalisták hangját tudtuk helyre tenni, az enyém playbackről ment. Őszintén féltem attól, hogy nem tudom majd elénekelni a dalom, de végül az adrenalin csak adott annyi löketet, hogy sikerüljön, mesélte az énekes, akinek nem csak az édesapjáról szóló dalő, de a helyszín is plusz energiákat adott. Nekem a dal színpada olyan, mint egy templom. Minden egyes pillanat megható, amit itt tölthetek, hiszen két évvel ezelőtt itt születtem újjá, itt kezdődött minden el. Fontos volt, hogy átadhassam a dalomat az embereknek, csuklott el Jóci hangja, ezúttal nem a betegség miatt. Pápait azonban a zsűri és a nézők is dicsérték, simán jutott tovább, ám azzal még nem foglalkozik, utazhat-e újra az Eurovízióra, ezúttal Izraelbe. Hogy az Én Apám meddig jut, még nem érdekel. Az a fontos, hogy az üzenet és az érzelmek eljussanak a nézőkhöz. Persze, ha Tel Avivig ér, az sem baj, nevetett Jóci. Most azonban meg kell gyógyulnom, így innentől betartom az orvos utasításait. Lökést adott neki a siker 2017-ben Pápai Jóci az Origo című dalával nyerte meg a dalt, így a kievi Eurovíziós Dalfesztiválon ő képviselte hazánkat. A szereplés és az Eurovíziós 8. hely hatalmas lökést adott, azóta sikert sikerre halmoz. A fellépések mellett számos tévés show műsorban bizonyíthatta sokoldalúságát.